Kárpátaljai Péter Falvi Kokas Banda Néptánc Együttes előadását is megcsodálhatták a Béres József Általános Iskola diákjai a Helyi Értékek a Suliban elnevezésű rendezvényen. Az Óbudai iskolában Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékkiállítással mutatkozott be. Ezen kívül Szatmár-Bereg, Tarpa, Beregdaróc, Tákos, Szatmár-Cseke kulturális és gasztronómiai értékeit mutatták be a fővárosi gyerekeknek. A gyerekek csúzli szattak dióval az ördögre. Ja, itt is el akarja lőni, vagy ez marad? Jó, a kívülről fogja meg. Úgy, feszesen. Hoppá, ott az ördögnek a füle mellett úgy zsuhant el a dió. Vagy akár a helyi szövést is kipróbálhatták. A Fehérgyarmatól elszármazott Bolyáki Attila főszervező szerint meg kell ismertetni a fővárosi gyerekekkel a vidéket, az ottani szokásokat és kultúrát. Arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha a vidéki településeket bemutatnánk a fővárosi gyerekeknek, az iskolásoknak, hisz olyan gyönyörű Magyarország, és hát miért ne kezdenénk lokálpatriótum, mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékeivel, és azt hiszem, hogy ezt folytatni fogjuk, mert ez egy olyan jó kedvezményezés, hogy a gyerekek kézbe foghatják a helyi értékeinket, hungarikumainkat, megtanulhatják, láthatják valóban, illetve hát ez egy nagy kihívás a településeknek is, és mégiscsak 300-400 kilométerre jöttek ide Budapestre, hogy elhozzák a kis becses holmiaikat, és örülök neki, hogy végül ők is összejött. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke bízik benne, hogy a budapesti iskolások és családok kirándulásaik során felkeresik a vidéket. Bízunk benne, hogy sikerül majd egy kis kedvet teremteni, nem csak nekik, hanem rajtuk keresztül a szülőknek és a tanároknak is, hogy amikor osztálykirándulást vagy kirándulást, nyaralást szerveznek, akkor Ejtségkútba Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, Ejtségkútba Szatmár-Bereget, Ejtségkútba Tarpát, Beregdarócot, Tákost és Szatmár-Csekét, mert azt hiszem, hogy olyan töménységben tudunk mi nekik élményt nyújtani, amellyel azt hiszem, hogy mindenképpen tudják segíteni nem csak a saját fejlődésüket, hanem én úgy gondolom, hogy azt a közösségi fejlődést is, amelyet mint magyar nemzetnek nekünk követni kell. A rendezvény célját Mártonné András Mária igazgató így foglalta össze. A Béres József Általános Iskola kiemelt szerepet tölt be a hagyományőrzésbe, hagyományápolásba. Hisszük azt, hogy nem csak a történelmet, a magyart, a néptáncot kell ismerni, hanem bizonyos tájegységek kulturális kincseit. Az elmúlt tanévben a hungarikumok volt az iskolának programjai között a fókuszpontban, és úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt idén is folytatnánk, és ennek keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg hungarikumai fognak a mai napon bemutatkozni. A szervezők szerint a helyi értékek a suliban rendezvénysorozat folytatódhat a fővárosban.